üdvözlöm dr. Huragot Györgyet, aki az alvászavarokról és egyéb érdekes témákról fog nekünk ma mesélni. Kérem, foglalja össze pár szóban, amit véleménye szerint fontos arról tudni. Huragot György vagyok, hogy ön is mondta. Szemüvegész Egyetemen dolgozom, a Magatartástudományi Intézetnek vagyok az igazgató helyettese, és vezetem ezt a szakrendelőt, ahol most vagyunk, hogy ahol evés, alvás és szexuális zavarokkal, valamint szorongással foglalkozunk, járóbeteg rendelés formájában, és ezen kívül itt oktatok az egyetemen. Nagyon röviden ennyit. Nagyon behatóan foglalkozik az alvás zavarokkal. Mit gondol az egyetemisták körében? Mi ezeknek a zavaroknak a fő kiváltó oka? Szerencsére, ugye ifjú és egészséges emberekről van szó, tehát az egyetemisták nagy része abban a 25%-ban tartozik, az a kevesebb szám, akiknek úgynevezett pszichofiziológiai inszomniájuk van, amikor az inszomniát nem egy társbetegség okozza, hanem leginkább az életmód, aminek ugye része a stressz is. Egyébként az alvászavarok nagyobb részét vagy egy mentális zavar, vagy egy testi betegség okozza, tehát az esetek 75%-ában az inszomnia, ami ugye a leggyakoribb alvászavar, vagyis azt, hogy nem tudok aludni, pedig szeretnék, az valamilyen társbetegségnek a következménye. Viszont van 25%, amikor a háttérben nem áll más, mint az életmód, ami vagy nagyon rendszertelen, vagy nagyon stresszes. Önmagában a stressz nem jelent problémát, akkor van baj, hogyha a stressz és a megbirkózás egyensúlya bomlik fel, mert lehet valaki nagyon stresszes, de ha nagyon jól tudja ellensúlyozni, akkor az mégis nem fog számára problémát jelenteni. És azt hiszem a fiatalabbak, vagy fiatalok, ugye az egyetemisták, mint fiatalok, ők inkább ezekbe a kategóriákba tartoznak. Ugye tudjuk azért azt, hogy az alvászavarok gyakorisága a korra emelkedik. És mit gondol, az kiket érint jobban, azokat, akik egész nap csak a könyvtárban ülnek és folyton csak tanulnak, vagy azokat, akik azok vannak jobb helyzetben, akik nagyon sok minden elfoglalják magukat, rengeteg egyesületnek a tagjai, és nem csak a tanulmányai. Szerintem nem ezzel múlik. Is-is lehet alvászavaros is, meg olyan is, akinek nincs alvászavara. Nyilván, ha én elfoglalom magam, akkor azt azért teszem, mert nekem az jó, vagy hát reméljük, hogy az emberek olyan extra elfoglaltságokat választanak, ami ezért jó nekik, de nem feltétlenül csak ezzel múlik. Igazából ahhoz, hogy valaki jól aludjon, azt szoktuk mondani, hogy kell egy alvásbarát életmód. Az alvásbarát életmódnak a mérföldkövei az az, hogy valaki rendszeresen mozog, a mozgás, ez minden egészséggel kapcsolatos tényezőnek egy ilyen alapköve, az egyetlen csodaszer, amivel az orvostudomány rendelkezik, az a mozgás, és az inszomnia és az alvászavarok esetén sincs másképp, tehát akik rendszeresen mozognak, azok védettebbek az alvászavarokkal kapcsolatban. Azok, akik figyelnek arra, hogy meglegyen a napi örömet okozó társas tevékenységük, tehát egyeleget legyenek a barátaikkal, a szeretteikkel, örömet okozó együttlétben, az is védelmet jelent, mert ez is egy órabeállító hatású tényező az alvászavarokkal és a biológiai ritmussal kapcsolatban. Ugye a biológiai ritmus az egyik fő meghatározója az alvásnak is, és az alvát ébrelő ritmusnak is. Aztán nagyon fontos a rendszeresség, az elég nehéz amúgy is megvalósítani, de mondjuk ebben a 20 éves életkorban aztán nem mindig jön össze. Viszont, ha valaki odafigyel arra, hogy rendszeresen étkezik, tehát reggelizik, ebédel, vacsorázik, nagyjából ugyanakkor, de ha még 10 óra ézik és uzsonázik, és az még jobb, tehát megvan az étkezéseknek a ritmusa, akkor már csökken az esélye annak, hogy alvászavar legyen, és a negyedik, hogy ellensúlyozni tudja a stressz, és egyébként is van egy ritmus az életében, ez plusz jó. Tehát valószínűleg inkább ezen fog eldőlni, nem azon, hogy valaki könyvtárban tanul egész nap, vagy pedig éli a világát, és néha tanulgat egy kicsit. Nem hiszem, hogy ez dönti el. Még az interjú előtt említettem, hogy az ökológiai paradigmaváltásra is szívesen mesélne. Ezt bázolnál hallgatóknak, hogy miről van itt szó? Igen. Ugye azt látjuk, hogy noha nagyon modern orvostudományra rendelkezünk, ami évről évre egyre több kihívásra ad választ, vannak bizonyos betegségek, amelyeknek a gyakorisága nem csökken, hanem nő. Tudjuk őket kezelni, azért ezek mégiscsak vagy krónikus betegségek, mint például a szívérendszeri betegség és a diabétes, meg az elhízás, ami ugye 2017 óta betegségnek mondja a WHO, a kóros elhízást, de lehetnek visszatérőek is, amilyen például a depresszió, vagy akár az inszomnia, amiről korábban már beszéltünk. Ezeknek a betegségeknek a gyakorisága nagyon megnőtt a 21. században, annyira megnőtt, hogy igazából ezek a nagy népegészségügyi
betegségénk is, bármilyen orvos lesz valaki, depressziós, elhízott, kettes típusú cukorbeteg, és talán és szívbeteg beteggel találkozni fog, akkor is, ha szemész lesz, ha fülorgégész lesz, ha belgyógyász lesz, és sajnos azt kell mondjam, hogy akkor is most már egyre gyakrabban, hogyha gyerekgyógyász lesz. Mert talán a szívbetegségek lesz, amit az elhízás, a kettes típusú diabétes, és az alvászavar, és a depresszió is gyakoribbá kezd válni gyerekkorban is. És nyilván választ kell keresnie a kultúránknak arra, hogy miért nő meg ezeknek a betegségnek a gyakorisága nagyon hirtelen. És nagyon sok válasz van rá, az egyik a stressz és a megküzdés egyensúlyának a felborulása, egy másik válasz a biológiai ritmus megbomlása, egy harmadik válasz az, hogy az a világ, aminek az értékei mentén mi sok minden erőfeszítést teszünk, tehát biztonságban és jólétben és kiszámíthatóságban szeretnénk élni, az olyan sok mindent kíván tőlünk cserébe, ami nem biztos, hogy már jót tesz a test és lelki egészségünknek, hiszen nagyon dolgozzuk magunkat azért, hogy ezt a három tényezőt, a jólétet, a biztonságot, a kiszámíthatóságot biztosítani tudjuk magunknak. De az ökológiai modell az azt jelenti, hogy az utóbbi időben arra került a hangsúly, hogy elképzelhető, hogy ezeknek a betegségeknek ahhoz is köze van, hogy megbomlott a kapcsolatunk a saját természetes környezetünkkel. Nem a mesterséges környezettel, a világgal, amiben élünk, hiszen azt nagyon régóta tudjuk gyakorlatilag a 80-es évek óta, hogy a társadalmi gazdasági helyzet, az a mesterséges világ, amit az emberiség teremtett saját magának, az meghatározó az egészség szempontjából is, a test és a lelki egészség szempontjából is. És az is. De ma már azt is gondoljuk, hogy épp annyira meghatározó az egészség szempontjából elsősorban a természetes környezetünk is, amiben evolúciósan belefejlődött az ember, mint faj évszázezredek alatt. Mi is ez? Konkrétan mit értünk a természetes környezetünk alatt? A természetes környezetünk alatt értjük a biológiai ritmust, amire ugye Nobel-díjat adtak 2017-ben, tehát az, hogy a Föld és a Nap viszonyából adódik egy csillagászati ritmus, egy nap, amiben van világosság, sötétség, aktivitás, pihenés, és hogy ezt a ritmust tartani kell. Ez a ritmus, ez nem csak egy csillagászati ritmus, nem csak a Föld és a Nap viszonyából adódik, hanem genetikusan ott ketyeg, mert óragének tartják fel minden egyes élő szervezetben, a baktériumoktól kezdve a növényeken át, az állatokon át az emberekig. Tehát ez már egy nagyon erős kötöttséget jelent a természethez. A Nobel-díjat azt azért adták, mert kiderült, hogy ez a megzavart biológiai ritmus mennyire sok problémát tud okozni, és mennyire növeli a kockázatát épp azoknak a nagy jelentőségű betegségeknek, amiről az előbb beszéltem, vagyis a szívérendszeri betegségnek, a depressziónak, elhízásnak és kettes típusú diabétesznek a leggyakoribb és leggyakrabban munkaképesség csökkenés, vagy akár korai halált okozó betegségeknek. De ez csak az egyik, ez a legjobban kikutatott terület a biológiai ritmus. Ide tartozik a mozgás és a táplálkozás, az egészséges táplálkozás és az egészséges mozgás mennyiség, amivel hosszú távon egészségesen tudunk maradni, az egy olyan mozgás és táplálkozási kultúra, ami, hogyha egy természetes zöld környezetben élnénk, automatikusan megvalósulna. Nem tudnánk másképp táplálkozni és másképp mozogni, ha az erdőbe laknánk. A harmadik maga az erdő. Nem az erdő, hanem a zöld környezet. Nagyon sok vizsgálat van arra vonatkozóan ma már, és egyre több lesz, hogy a zöld környezet, pontosabban nem a zöld környezet, hanem a hozzáférés a zöld környezethez, és ennek az akarása, hogy én akarjak is zöldbe lenni, az a test és lelki egészség szempontjából eléggé meghatározó, főleg a lelki egészség szempontjából vannak vizsgálataink, a mentális zavarok aránya kisebb azok között, akik hozzáférnek a zöld környezethez. Van egy nagyon meggyőző ikervizsgálat, ott azt nézték, hogy egypétű ikrek közül az egyik ikerpár jobban hozzáfér a zöldhöz, a másik nem, vagy nem akar. Milyen lesz a lelki egészségük? Azt találták, hogy az ikerpároknál a zöldhöz hozzáférők is ugyanolyan stresszesek voltak, mint a zöldhöz nem hozzáférők, vagy nem hozzáférni akarók. Viszont sokkal kevésbé voltak depressziósak azok, akik a zöldet szerették volna, és meg is tudták közelíteni, miközben ugyanannyira stresszesek voltak, mint a másik csoport. Aztán ide tartozik, amire szintén egyre több vizsgálat van, az az állatokkal való kapcsolat, és annak a jótékony pszichológiai hatása, illetve elég sok irodalom van arra vonatkozóan, hogy nem csak pszichológiai szempontból jó állatot tartani, hanem immunológiai szempontból is. De ebben nem mennék bele, mert ez nem értek. Viszont a pszichológiai részhez igen, hogy az emberek nagyon nagy része
tart állatot a városban is, társállatot, pedig igazából az csak terhet jelent, nem lehet megenni, nem vágjuk le, nem csinálunk belőle cipőt, bundát a kedvencénkből otthon. Miért is tartjuk? Miközben ez pénz és energia és sokszor bosszúság? Hát azért tartjuk, mert nagyon komoly pszichológiai igényeket elégítenek ki a társállatok. Sokat szoktak filózni azon, hogy mi az, ami az embert igazán megkülönbözteti a többi fajtól, az én tudat. Kiderült, hogy én tudattam még a szarkáknak is van. Tehát ez nem. Nagyon sok ilyen embernek minősített pszichológiai képességről derül, hogy ha nagyon korlátozott formában is, meg ilyen nagyon primitív formában is, azért állatok is rendelkeznek vele. Egyel biztos nem, és ez pedig az úgynevezett biofília. És a biofília az azt jelenti, hogy az ember más fajok, gyakorlatilag bármilyen más állatfaj társaságát képes előnybe részesíteni, és képes kedvelni más állatokat. Elmegy állatkertbe, nézi, milyen aranyos a kis tigris, de cuki, minden más élőlény, ha meglát egy kis tigrist, pánikszerűen elmenekül, és nem látja aranyosnak. Ez egy igazán emberi tulajdonság, hogy én más fajokat is képes vagyok vonzónak látni. Ilyet egyedül a kutya tud, de ő csak egyetlen egy más fajt lát vonzóbanak a saját fajtársainál, és az a kutya. És ő is csak az embert, és semmi más nem. Még a farkasokat sem. Az ember viszont nagyon sokat tud. Vannak egész furcsa hobbik, hogy emberek milyen állatokat tartanak otthon. Tehát úgy néz ki, hogy ez a fajta állatokkal való kapcsolat is fontos, és ez is evolúciós, mert az emberek nagy része még ma is nagyon szoros kapcsolatban állatokkal, haszonállatokkal főleg, tehát főként haszonnak tartott állatokkal, de evolúciós táblatból meg ez egy mindennapi kapcsolat volt. Aztán itt van a másik ilyen divatos téma, most már nem csak a belgyógyászatban, hanem a pszichológiában, vagy pszichiátriában, és ez a bélflóra és a makrobiom, vagyis az a 1,5 kg baktérium, amin a bőrömön, meg a bélflórámban élek, és ami nélkül meghalnék, ami egy igazi szimbiózis, ami úgy néz ki, hogy nem csak az emésztésben játszik szerepet, hanem óriási immunológiai szerepe van, talán segít a daganatok elleni harcban, talán a megbomlása még akár növelheti az Alzheimer-kór, ami teljesen mentális zavar, degeneratív, degeneratív betegség kockázatát is. Tehát vannak ezek a felfedezések, hogy ez a bélflóra milyen fontos, hogy a mozgás ugye milyen fontos, ezt rég tudjuk, a biológiai ritmus, az állatok, a növények, és ez mind-mind egyfele mutat. És afele mutat, hogy mégse dobhatjuk ki a természetes környezetünket az ablakon, nem csinálhatjuk le egyszerűen egy mesterséges környezetre, mert azt meg fogjuk sínyleni. Most nyilván a megoldás nem az, hogy akkor most dobjuk félre a civilizációt, és akkor vonuljunk vissza az erdőbe, mert nincs visszaút. De egy sokkal ökotudatosabb életmód az úgy tűnik, hogy az egészség szempontjából is fontos lehet. És hogy ez a sokkal ökotudatos, ugye ezt nagyon sokat mondják már, mondják közgazdászok, mondják szociológusok, mondják a föld sorsával foglalkozó kutatók, akik azért nagyrészt közgazdászok is, hogy ahhoz, hogy az emberiség túléljen, ahhoz egy ökotudatosabb életmód kell, és jobban oda kell figyelni a természetes környezetünkre. Ha már az orvostudomány is azt mondja, hogy nem csak ahhoz, hogy az emberiség túléljen, hanem az egyes ember, az egy darab ember egészségesebb maradjon, ahhoz is annak az egy embernek szüksége van egy jobban ökotudatosabb életmódra a saját maga szempontjából. Na ez a medicinának ez a bizonyos ökológiai fordulata. Nagyon szépen köszönöm az interjút. Nagyon szívesen.